kutya törvények uralkodnak, ha le leszel vágva, akkor le leszel vágva, édeslányom. Hát mondjuk 4 éves gyerek kellett mit csinálni. Utána föltámasztalak, ne aggódjál, de ebből majd megtanulod a leckét. Megtanulod a leckét, ha beleg lesz is. Noémi lefagyott. Noémi lefagyott. Vagy belekerült egy szivárványgyöngybe. Most aztán várhatunk 15 évig, amíg folytatjuk ezt az egészet. Sziasztok, Noémi vagyok, ez itt a Mondó Percek legújabb adása, amelyben a Jasa Hime első évadát fogjuk kibeszélni Ficsánnal, Kittivel, sziasztok, és Barbival. Sziasztok! Vágjunk is bele. Március 20-án véget ért a Jasa Himének az első évada, és mi nagyon vártuk ezt a sorozatot, ezt a spin-offot. Készítettünk is róla egy videót, amiben fan görcsöltünk rá, Kittivel és Mival. Úgyhogy az első kérdésem hozzátok az, hogy milyen elvárásaitok voltak ezzel a sorozattal kapcsolatban, amikor megnéztétek az előzetest. Bevallom őszintén, én nagyon-nagyon megörültem, ugyanis ugye láthattuk a régi karakterekből is néhányat, és ugye behozták az új karaktereket. Nagyon izgatott voltam, hogy miként fogják fölvezetni őket, és hogy kikkel találkozhatunk. Legalábbis ez volt a legelső, amikor így megláttam a spin-offot, ez jutott legelőször az eszembe. Hát én azért nagyon izgatott voltam, mikor megláttam, hogy érkezik gyakorlatilag egy folytatás, de azért próbáltam nem túl nagy elvárásokkal nekiülni, mert az utóbbi időben, így a folytatások tekintetében ez nem mindig sikerült túl jól. Most is próbáltam úgy odaülni, hogy kapjak valami újdonságot, lássak valamennyit a régiekből, és legyen egy értelmes tartalma storyline. És igazából ennyi. Én úgy indultam neki, hogy én nekem nagyon nagy elvárásaim voltak ezzel a animével kapcsolatban, mivel gyermekkorom első best of animéje, és most kap egy új évadot, és alig vártam, hogy megnézhessem. És ahhoz képest, amikor a végére értem, volt egy olyan érzésem, hogy ennyi. Szóval, hogy így nekem így nagyon sok kérdőjelet vetett fel, és nagyon, nagyon nagy hiányérzetem van az egész történettel kapcsolatban, de azt majd később kifejtem, hogy miért. Mi az, amiben többet nyújtok, mint amit vártatok, és mi az, amiben esetleg kevesebbet nyújtok? Hát amiben számomra mindenképpen kevesebbet nyújtott, az magának a karakternek a felépítése. Szerintem főként pont a főszereplők nagyon egysíkúra sikerültek. Nyilván nem volt most túl hosszú ugye ez az első évad, De itt sem volt túl nagy jellemfejlődés. Kaptak egy eléggé sztereotipikus, nem is tudom, magát egy jellemet, igen, és végig ez volt, amiből egyszer nem is tudtak kiszakadni. Talán pillanatokra, amikor így felcsillant a remény, hogy na most valami történik, talán némi változás is lesz az adott karakternél, ami előrébb viszi magát a történetszálat is, de az utolsó pillanatban, mintha így visszatáncoltak volna a készítők, és mégsem merték volna meglépni ezeket. Ez számomra egyébként elég nagy negatívum volt, ami azért elősen rontotta az egész sorozat nézésének így az élményét is. Nálam szintén a karakterek voltak azok, hogy a legelején indult egyféle karakter, és onnantól kezdve ez nem változott. Jó, volt, aki például változott, visszafelé fejlődött. Például Sesshomaru és Miroku szerintem visszafelé fejlődtek, így megismertük őket valamilyennek, és most még olyanok sem voltak, mint a 140 nem tudom hány rész alatt megismertük őket az előző évadokban, a csajok pedig így egy kaptafára lettek felállítva. Én ugye mondtam, hogy én a karakterekkel szemben nagyon izgultam. Én azt vártam a legjobban, hogy kik kerülnek elő, milyen esetleg új jellemvonásokkal, és nekem egy kicsit fájt, hogy a régi karakterekből felhozták őket, de csak minimális szinten. Tehát nem kaptak elég szerepet, és persze itt fel lehetne azt hozni, hogy ez most nem róluk szól, ez ugye az új generációról rájuk irányul a tekintet, de,
de én úgy éreztem, hogy egy kicsit azért többet lehettek volna benne, több szerepet is kaphattak volna. Ezzel egyetértek, mert nagyon sokakat szerintem a nosztalgia faktor része vonzott be, és én úgy éreztem, hogy mindig egy mézes madzagot húznak, hogy na most lesz valaki, na most történt valami, na most látunk valakit, és ehhez képest hát max. Egy kép, vagy minimális időre láttuk őket. Amúgy engem a nosztalgia. Tehát engem nagyon az vonzott, és megkaptam, csak keveset ahhoz képest, amennyit elvártam. Gyakorlatilag akkor dobták be őket, mikor úgy érezték, hogy na, most akkor egy kicsit hozzuk vissza az érdeklődését a nézőknek, nézd csak ki van itt, őt ismered, akkor most köszönj is el tőle, és nézd tovább a cselekményt. Mit gondoltok, mitől lehetett volna jobb a sorozat, ha már itt tartunk? Tehát, hogy elmondtátok, hogy miket hiányoltatok, milyen fordulatok segíthettek volna, mi lehetett volna az elem, ami szerintetek egy kicsit dinamikussá, kicsit érdekesebbé tette volna ezt az egész történetet. Én nekem az volt, amit nagyon hiányoltam, hogy Rin, miután megszületett az a két gyerek, oké, megszültem ezt a két szép gyereket, jön a férjem, és elviszi őket, és így nekem ezzel semmi problémám. Szóval, hogy így megragadt azon a, nem tudom, 8 éves értelmi szinten, és egyebet sem csinált az egész animében, mint lebege. Szóval, hogy valamit legalább kinyögne, amiből rájönnél, hogy azért ő is felnőtt, őnek is lett egy kis tudománya, egy kis értelme, ő most már így benne van így ott az egész falu népében, nem? Ő gyorsan megszült két gyereket, és egy szót nem szólt arra, hogy ezt abban a minutumban el is veszik tőle, mert az úgy jó lesz. És egyébként, igen, ez tényleg benne volt, hogy Rin szerintem még grafikailag is még mindig kislányosabbra vették, igen. És szerintem pont ezért is lehetett annyi felháborodás abból, hogy ugye Rin Sesomaru, szóval értitek, na, hogy összejöttek és gyereket csináltak, és oké, hogy abban a korban 14 évesen simán lehetett már gyereke valakinek, de azért Kagomét is egy kicsit, hogy mondjam, érettebbre rajzolták, és ehhez képest Rint nem rajzolták érettebbre sokkal, és én is ezt valamilyen szinten hiányoltam, hogy én se tudtam komolyan venni. Bocsit, általánosságban elmondhatjuk, hogy nem mentek bele az érzelmekbe ebben az évadban. Szóval gyakorlatilag egyáltalán nem. Ami szerintem nagy hátrány, mert rengeteg lehetőség volt rá. Alapvetően szerintem maga a storyline sem lett volna rossz. Azt szépen felvezették a kis kalandokkal, és akkor elérkezünk úgy a végére a nagy összecsapáshoz, de ez ha el tudtál tőle tekinteni, hogy ők ilyenek, akkor szerintem teljesen jól nézhető volt egyébként. Viszont, hogyha ettől nem tudtál elrugaszkodni, mert pedig azért elég nehéz volt elrugaszkodni, akkor az nagyon nagyban rontotta az egészet. Főleg ez a tipik animés fogás, ami engem először az Attack on Titanben zavart, hogy van egy jó történet, és néznéd, de a legjobb, hogyha egyedül nézed, mert aki nem nézi veled, az azt hallja össze-vissza, hogy ordítanak. Na ez volt most az utóbbi három részben is. Az ordításon kívül nem volt benne egyszerűen egy évkézlet párbeszéd. Amikor nem ordítottak, akkor meg sikítottak, szóval nem volt benne változtatás. Egyébként szerintem a karakterdinamikának az is egy kicsit betett, hogy három női főszereplőnk van. Mert azért, ha megnézzük az Inuyashás csapatot, ott azért voltak fiúk, lányok vegyesen. Kiegyenlítődött. Ott tök jól kiegyenlítődött, és ott lehetett egymást ugratni. Szerintem, ha mondjuk még legalább odarakták volna Mirokuéknak a fiát, hogy ő is velük mászkál, már az szerintem sokat segített volna, mert szerintem ez a számlány nagyon kevés volt. Moroha próbál elvinni a hátán a két karótnyelt karakter mellett a dolgokat. Az is hiba volt, hogy nagyon mutatni akarták, hogy a Rin leképezése az a Toa, a Sesomaru hűvös leképezése az a Setsuna, és egyáltalán testvérként egyáltalán nem működött jól a dinamikájuk. Úgyhogy nem, ilyen karakterekre szerintem nem lehet építeni sztorit. Tehát, hogyha ők lettek volna mondjuk a mellékszereplők, és Moroha a főszereplő, az igazi főszereplő, akkor talán
talán más lett volna. Vagy talán Riku mondjuk, hogyha többet ment volna velük, mert szerintem egyébként ő egy egészen jó karakter volt, aki nagyon-nagyon sokat tudott volna dobni ezen a dinamikán. Igen, Riku érdekes karakter volt, bár a szerelmi szál, amit így próbálnak beleerőltetni, az is egy kicsit olyan izzadságszagú volt nekem. Mondhatjuk így is, igen, valóban. Érted vele tovább, mert olyan jó. Hogy nem fogom megmondani. Okay. De nem. Igen, gondolkodok, hogy megmondom. Ez a nemes egyszerűség jellemez mindent, de továbbra is ez volt jellemző. Hát igazából, ugye, ahogy mondtad, hogy Mora, hogy elvitte igazából az egész szereplőgárdát, mert ugye a másik két lány nem nagyon csinált semmit, vagy pedig csak csöndben el voltak magukba. Nekem ez egy picit furán fog hangzani, de sok volt. Tehát, hogy én a 10. rész után már kezdtem, nem is az, hogy megőrülni tőle, de annyira nyomták ezt a laza, pénzéhes stílust, vagy nem is tudom, tehát, hogy ugye mindig erre ment rá, hogy nekem egy kicsit unszimpatikus lett emiatt. Egyébként én ezt egy kicsit másnak érzékeltem, mert amikor a legelején bejött még a Moroha, akkor ott ugye ő lehet, hogy laza volt, de azért a legelején mutatott olyan tulajdonságokat, olyan tehetségeket, meg olyan tudást, amivel tök érdekes lett volna, mert hogy ugye mind a két szülője tápos, és hogy ugye papnői, egy tök érdekes karakter, hogy ugye ő csak negyed démon, és hogy papnői meg démon képességeket kapott. Érdekes karakter olyan szinten is, hogy hol lehet a helye neki ebben az egész világban. És aztán utána én azt vettem észre, legalábbis én ezt így fordítottam, lehet, hogy nem ez történt, mert már elővele meg volt írva az egész történet. De én ezt úgy fordítottam, hogy jaj, túl menőre csináltuk Morohát, meg túl okos, akkor most vegyük vissza, és legyen belőle bohóc. És igen, aztán utána ilyen szökő évente egyszer voltak bölcsességei, ami már megint megmentette a csapatnak a seggét, de sokkal kevesebbet volt, és igen, rámentek inkább a comic relief karakterre, és ez egyáltalán nem tetszett neki, és ezért én is nagyon haragudtam. Ezt én is nagyon sajnáltam, pedig ha megnéz, ugye láttátok is, az utolsó részben is, amit csinált, az gyönyörű. Nagyon. Tényleg, és ezért én is nagyon sajnáltam, hogy ennyire el viccelték igazából, mert ő nagyon-nagyon jó karakter lehetett volna, meg volt is, csak ezt egy kicsit számomra elrontották. Talán a következő évadban. De most megint kicsit úgy érzem, hogy így elhúzták a mézes macagot, hogy a következő jobb lesz. Tehát... Igen, nem, és hozzá pont emiatt neki fogok ülni annak is, aztán hajrá, reméljük a legjobbakat. Én nagyon pozitív vagyok, ha mert én úgy értem eznek az évadnak a végére, hogy volt az Inuyasha, egy kicsit előhozták a régi karaktereket, és elkezdtek felépíteni, úgymond ugye az új generációra egy sztorit, de ahhoz ugye még nem érkeztek meg, tehát hogy most én abba reménykedek, én azt várom, hogy a második évadba jön az igazi cselekmény, a történés és a jelen fejlődés, tehát hogy a szereplők egy kicsit többet mutatnak meg magukból. Tehát ez egy ilyen bevezetőnek fogtam fel én, és ezért nem is vagyok annyira csalódott igazából. Uh-huh. Csak ahogy te is mondtad, a 10. részt így kiemelted, nekem is a 10. rész volt az, ahol úgy éreztem, hogy általában egy anime főszereplőit úgy építik fel az első pár részben, hogy úgy megkedveld őket, hogy továbbra is érdekeljen téged, hogy na mi van ezzel a szimpatikus karakterrel. És nekem is a 10. rész volt az, hogy úristen, valaki rúgja őket most már hátson, vagy csináljanak velük valamit, mert rettentően bosszantó, hogy ők egymással is milyen cicaharcot levágnak, és milyen rettentően gonosztak. Szóval az, hogy Morohának fontos lenne valami, hát az kit érdekel? Engem ez foglalkoztat, engem meg ez. Jó, megyek veled, Morohát, ami oda mész, ahova akarsz, minket nem érdekel. Ja, hogy nekünk is van egy kis érdekünk ebbe? Akkor megyünk veled, mert úgy gondoltuk, hogy jó barát vagy, és segítünk neked. Szóval ez nekem annyira gusztustalanul ilyen hátsó szándéktól bűzlet, hogy ez borzasztó. És mondom, hogy ezek a csajok nem rossz arcok, és most mégis úgy viselkednek, mint a szabvány animékben ezek a kis sunyi gonosz karakterek. Igen, megjegyzem, mondjuk nekem a szívemet törték össze
azzal, amikor Moroha először beközölte, hogy ja, hát nekem fogalmam sincs, hogy kik a szüleim, az, yeah. az a gyerekkori ábrányaimat zúzta szét, hogy ah, úristen, meg hogy elindult, tehát az milyen jó lesz. Uh-huh. Igen. Igen, azért reménykedtem benne, hogy valami fogalmuk lesz a szüleikről, de ezt is egy kicsit ilyen hullámzónak éreztem, mert ugye ott volt Morohának a vállán egy csomószor Mioga, aki meg mesélt a szüleiről neki, tehát nem az volt, hogy kínosan ügyeltek arra, hogy eltitkolják, de nekem az is fura volt, hogy így annyira lepergett a lányokról az, hogy nekik kik a szüleik, meg a nagyszüleik. Az egész sorozatban ez a közöny volt, és ez a közöny, ez azért ugye a nézőre is átragad, és akkor nem lesz egy olyan hű, de jó sorozat élményed tőle. Konkrétan mindenkivel, ha azt vesszük, ugye a szereplőgárdát nézve, nehezen tudtál bárkivel is azonosulni. Uh-huh. Nem is nagyon volt lehetőséged rá, pont azért, hogy vagy nem volt kiépítve maga a karakter, vagy pedig hát eleve berakták, és már kiszedték a sztoriból. Nem volt lehetőséged. Egyébként ez egy belsős infó arról, hogy miért lehet az, hogy kevesebb karaktert láttunk az előző generációból, de Rumiko Takahashi, a mangaka, ő azért a stúdióval karöltve dolgozik azon, hogy ezek az évadok menjenek, a Yashahime menjen, és szállítja nekik azért így a karaktertervet. De viszont mivel nagyon sok minden egyében dolgozik, ezért azért limitált az ideje, hogy mennyi karaktertervel tud előállni egy-egy évadra. Úgyhogy például ez tényleg csak spekuláció, de például mondjuk a Kogát, az Ayamét, meg esetleg, hogyha van valami gyerekük, akkor őt, vagy Sippót egy kicsit idősebb korban. Szerintem ezért nem láthattuk, mert őket egyszerűen még nem volt ideje megrajzolni, és ezért volt az, hogy így kerülték őket ebben a történetben. Vagy lehet, hogy maga a felépítés is ezt követeli, hogy nem kell minden, hogy mondjam, minden lövedéket ellőni az első évadban. Én ezt is tökre megértem, de én inkább az utóbbit érzem, hogy egyszerűen a mangakának nem volt annyi ideje ezzel a sorozattal foglalkozni, hogy úgy igazán sok karakterötletet, meg karakterkoncepciót odaadjon a stúdiónak. Maga nem tűnt fel egy két kemény másodpercre? De ugye az még akkoriban volt, amikor elküldték a Morohát az Inuyasáék hozzá, tehát hogy akkor még így friss házasok voltak a Yaméval. Meg is örültem nekik, aztán... Nagyon-nagyon örültem benne Shiorinak. Nekem annyira tetszett, hogy Shiorit belerakták, hogy ez hihetetlen jó. Szóval alapból Shiorinak a sztoria, nem is tudom, valahol a Inuyasha animének a közepénél volt, ahol így alapból már annak megörülhettél, hogy nem Inuyasha az egyetlen félszellem, vannak még félszellem, akik szintén kitaszítottak ebből a társadalomból, előkapták Shiorit, és szerintem rájöttek, hogy tök jó potenciál van ebbe a kisebbe, mert annyira cuki, hogy őt ugye ő felnőtt, és ő tett valamit, szóval ez egy agilis kis csaj, aki igenis a tettek mezeire lépett, és ha én velem kicseszett a társadalom, akkor majd én is jó alájuk teszek, és ő megalapította ezt a falut, amire én azt mondtam, hogy ez iszok jó fogás, szóval így néztem is, de jó, én ezt még el tudnám nézni egy darabig, építsünk erre egy új animét, de csak egy rész volt aztán, vagy másfél, nekem az nagyon tetszett a sérjóban. Igen. Na, az egy tök jó rész volt, mert az a Setsunának így a háttérsztoria, és az egy nagyon jó rész volt. Az talán a legjobb háttérsztori volt szerintem. A legjobb háttérsztori volt, igen. Tudjátok, hogy kinek lett még jelen fejlődése? Na? Szerintem Jackernek. Nekem az nagyon tetszett, hogy a Rint azt ennyire védi, meg így a lányokat is ennyire védi. Tehát, hogy ez így kiderül. Ő volt a dadus, így van. Ő volt a dadus, és az nagyon nekem ez nagyon tetszett, és pozitív volt, hogy a Jackernek egy ilyen oldalát is láthattuk. Na de ha jellemfejlődés, akkor ha nem nézzük magát az Inuyashát, gondoljunk már bele, tehát elindult Sesomaru az egésznek az elején úgy, hogy poker face, abszolút semmi nem érdekel, és az utolsó részben elértünk egy teáskanál érzelmi szintjére. Már megszólalt, hozzászólt a lányához. Így van, és két egész szó. Két, így van, és abszolút támogató volt. Hát azért, ha ez nem volt jelen fejlődés ez alatt a néhány rész alatt, akkor semmi, gyerekek, semmi.
Egyébként abban biztos vagyok, hogy neki van valami hátsó motivációja, hogy miért volt ilyen elhidegült. Bár sajnálom, tehát hogy azt kifejezetten sajnáltam, hogy így mindegyik lány így a szülei nélkül kellett, hogy felnőjön és dolguljon. Főleg, hogy ez a Setsunának megmondták már az elején, hogy hello, én vagyok az ikertesod. Ezt leszarom, én téged megöllek. És ez a legalább egy kicsit tűnjön már úgy, hogy érdekli, hogy neki van egy testvére. Nem, ő meg akarja ölni. Miért? Mert nem tetszik a feje. Később meg ne nyújj hozzám, nem vagy a testvérem. De az vagyok. Jó, akkor se nyújj hozzám. Fúj, undorító. Szóval, hogy így annyira, ennyire még Sasamaru sem volt tojok bele az egészbe szindrómás. Pont mondtam is nektek, hogy amikor beszélgettünk az utolsó részről, hogy esküszöm jót tett az a dinamikának, hogy a végén a boss fight az a Tova meg a Moruha volt. A Kirin Maru. Igen. De azt sem bánnám, hogyha Zerót kiraknák. Micsoda? Hogyha Zerót kiraknák. Én mondjuk azt sem bánnám. Igen, ő is olyan semmilyen karakter volt. Az új, ugye ebben a sorozatban vannak új mágikus tárgyak, ugye a szivárvány gyöngyök. Nagyon érdekelt végig, hogy mi lehet ezeknek a sztoria, hogy hogyan születtek, és azért az is egy kicsit lehangoló volt, hogy elmondták, hogy hát egy démon kívánt a négy lélek jégkövétől, és akkor így a könnyeiből született a gyöngyök, és ugyanazt a receptet követték, mint az Inuyasha-ban, hogy ugye egyszer majdnem sikerült összerakni a négy lélek jégkövét, és aztán azt mondták, hogy na nesze, megint szét menne. És ugyanez lett a vége ugye ennek az évadnak is. Hogy sikerült összeszedni mind a hetet, és heten vannak. Sikerült összeszedni mind a hetet, és megint elmentek a szélrózsa minden irányába. De ez a kiszámíthatóság amúgy az egész évadra jellemző volt. Tehát magukat, a harcoknak, meg a kalandoknak a felépítését is elég jól kellett következtetni, ugye, hogy nagyjából hogyan zajlottak le az Inuyasha-ban, és milyen erősségű szellemek jöttek ugye velük szembe. Például az elején az a százlábú szörny, na, az aztán abszolút nosztalgia volt, mikor vele kezdtek el ugye harcolni. Igen. És hát ugye itt is ki lehetett számítani, és mondjuk Zero szerintem rohadt jól indult. Tehát hogy konkrétan az a karakter volt, akiben én abszolút láttam a potenciált, és kicsit itt a végére, mint ha már így mondjuk, hogy ő maga is belezavarodott volna abban, hogy akkor most így mit is akarok pontosan, és mit is csináljak. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mit fognak kezdeni a következő évadra, de tök jó lenne, hogyha letisztáznák és adnának neki egy ilyen egyértelműbb célt, mert most ez egy kicsit ez is szétágazott, és be is zavart néha, hogy ez most itt nagyon ellentmondásos, amit csinálni akarsz, most melyik irányba haladunk? Nagyon látványosan lehetett tudni a képi világból is, hogy mi lesz a tenszeig a sorsa, már csak azért is, mert rögtön a legelején hopp, ennyi maradt a kardomból, a legvégén hopp, ennyi maradt a tenszeigával, akkor vajon mi fog vele történni? Találgassunk! Fogalmam sincs! Azt amúgy megfigyeltétek, hogy Sangónak meg Mirokunak a két lánya mennyire anya és apa lenyomat? Szóval a Rokuto ő tud ilyen kis szerzetesi cuclikat, Kino az meg cuki és asszonykás, és ő aztán itt mindenkit ellát mindenféle földi jó ennivalóval. Egyébként belőlük is szívesen néztem volna még egy kicsit többet. Ki lett egyáltalán vesézve, hogy mi Hisuinak a fő baja? Nem igazán. Igen, és ezek a dolgok zavartak, hogyha már feldobnak egy labdát, bontsák már ki egy kicsit jobban. Uh-huh. Lásd Kirin Sensei. Igen. Kicsit úgy vagyok vele, hogy bármikor behozhatják, hogyha úgy érzik, hogy egy kicsit fellendítetik egyébként a storyline-t vele. És ez a Kirin Sensei is, ez a kicsit nekem ilyen második évados kitekintés volt, hogy na, ez itt most van, ez így tökre várható, úgyhogy akkor így erre készüljél, és te addig gondolkozzál azon, hogy ebből majd mi lehet. Egyébként igen, ez egy érdekes fordulat volt mindenképpen, meg annak örülök, hogy azért lesz valami a jövőben is, tehát hogy valami csavar lesz, amivel vagy viszont a jövőbe. Az nekem nagyon tetszett, hogy elkezdték egyébként, vártam is, hogy na, akkor majd most itt lesz valami, és így nem, jó, akkor erre még várhatok, de abban nagyon remélem, hogy csinálnak valamit, hát ez nagyon érdekes volt számomra, amit itt elindítottak ezzel. Március 19-én jelentette be a Sunrise, hogy igen, lesz második évad. Ezzel kapcsolatban mik a gondolataitok? Érdemes folytatni az eddig látottak alapján, és fogjátok-e nézni? Én mindenképpen meg fogom nézni. Már csak azért is, mert rettentően bosszant, hogy ilyen elvarratlan szálak maradtak.
több történetvezetésben is, és remélem, hogy kibontják, hogy mi is ez, és azt remélem, hogy úgy bontják ki, hogy lesz egy ilyen aha pillanat, hogy hű, de jó, és végig amit a első évadban nem értettünk, az most a helyére kerül, és de szupi lesz, és én ezt remélem. Csak imádkozni tudok, hogy bontsák ki azt a sok mindent, amit elfelejtettek ebben az animében kibontani, mert egyébként olyan jó dolgokat indítottak el, amiből annyi mindent ki lehetne hozni. Bizony. Remélem, hogy csak azért nem hozták neki, mert várakoztatnak minket, hogy nézzétek meg a második évadot. Szerintem pont erre mentek rá ezzel. Nagyon érezték, hogy ebből az első évadból nem lehet annyit kihozni, és szerintem nagyon sok elvaratlan szár emiatt volt, hogy üljél oda, és nézd meg ezt a második évadot, mert ott ezt is meg fogod tudni. Tehát remélem, hogy egyébként ez szándékos volt, és nem csak úgy hanyagság a részükről. Én bevallom őszintén, én nagyon várom a második évadot, mert számomra ez az első évad egy ilyen átvezetésnek tűnt. Tehát ugye volt az Inuyasha, most adtak egy kis ízelődőt, ugye visszahozták a régi karaktereket, és elkezdtek egy teljesen új szálat felvezetni. De ugye azért tényleg, ugye, ahogy ti is mondtátok, 24 részben nem lehet mindenre sort keríteni. Szóval én is tényleg nagyon reménykedek abba, hogy a második évadba újra ráthatunk régi arcokat, esetleg egy kicsit hosszabb ideig, és elkezdenek kibontakozni a dolgok, vagy esetleg kérdésekre kapunk válaszokat. Úgyhogy mindenképp meg fogom nézni, nagyon várom. Mit gondoltok, mi várható a második évadban, vagy mit vártok a második évadtól spekulációk terén? Ki az, akit esetleg szívesen látnátok, hogy jöjjön, vagy csatlakozzon akár a lányoknak a csapatához, akár hosszabb időre? Riku elárulja a mesterét, és csatlakozik a lányokhoz. Nem tudom, feltűnt, hogy én nagyon akarom őt abba a partiba. Úgy egyébként. Nem látszik. Akkor jó. Ott villog a sip a fejed felett. Pedig beraktam a szűrőt, hogy ne látszódjon, de oké. Átvilágít rajta. Kirin Maru nem csak a csillagokat bámulja, hanem nem tudom, megjósolja belőle, és meg is lépi azokat, amiket meg kéne lépni. Egyébként ilyesmi elvárásaim vannak egyébként, tehát ez a cselekedjünk, csináljuk, mindenkinek egy kis egyéni kihívást, hogy fejleszte magát. És akkor úgy neki mehetünk a harcnak, mert ezt láttuk, hogy oké, nagyon epik volt a végén, amit, de hát azért Kirin Maru még mindig egy kicsit úgy el tudta őket verni, finoman fogalmazva, tehát akkor egy kicsit úgy tápoljuk fel magunkat, aztán húzzunk a jövőbe, és mentsük meg mindenkit. Én egy dolognak nagyon örülnék, ha egy kicsit visszavennének úgymond Moralának a bohóckodásaiból. És én nagyon reménykedek, hogy most ugye a 24. résznél azért láthattuk, hogy előjöttek komolyabb dolgok is, jó közben is persze, de itt azért nagyon durván, hogy egy kicsit azért visszavesznek. És újra úgymond megkedvelem. Meg remélem lesz sok-sok régi szereplő. Uh-huh. Abban én is reménykedem. Én még olyanokat várok, hogy mit tudom én, meg vannak szorulva a lányok, és akkor egyszer csak mit tudom én, Róka tűz, és akkor megmenti őket. Egy ilyen kis bisi sipó, az milyen menő lenne. Igen. És hatásos belépő. Igen. Vagy valami jól megrajzolt kis farkas gyerek, aki Kogának a kis topját örökölt. Beróban sipóval együtt? Maxoljuk ki. Igen. Az első évad alapján ajánlanátok-e ezt az animét? Kicsit nehéz kérdés szerintem, mert én abszolút ajánlanám, hogyha tudod az egészet nosztalgikusan nézni, de ennek nem lesznek túl nagy elvárásaid, mint ahogy mondtam az elején. Én csak akkor ajánlanám, hogyha valaki, aki meg szeretné nézni, nézte az Inuyashát, és végignézte az Inuyashát, mert ugye mondjátok ti is, hogy nosztalgia miatt néztük. Én is nosztalgia miatt néztem, de annak ellenére, hogy kevés nosztalgikus pillanatot kaptunk, anélkül szerintem nem lett volna ennek az animének olyan íze, amilyen. Ugye ti is azt mondtátok, hogy ez valahol egy ilyen átvezetés. Tehát, hogy lehet élvezhető, csak azért ott lesznek azok a dolgok, azok a akár lezáratlan dolgok, amik sajnos váratnak a következő évadra. Igen. Remélhetőleg. Ezt mindenki saját magának tudja eldönteni.
hogy tudja ezt értékelni, vagy sem. Tehát neki kell ülni, nézni, és akkor mindenkinek el kell dönteni, hogy ez olyan, amit őt érdekelni tudja, és értékelni tudja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ennél a videónál. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, illetve mondjátok el a komment szekcióban a ti véleményeteket a Jasa Hime első évadáról, és azt, hogy ti megnézitek-e a második évadot. Addig is kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, és TikTokon is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!